Több tényező is az áremelkedés irányába mutat, így például dráguló munkaerőköltség vagy az extrém időjárás. Ezzel szemben viszont végeredményben a kereslet és a kínálat fog dönteni. A koronavírus járvány ugyan alaposan felforgatta a piacokat, számos egymással ellentétes hatású történés kiváltva. Hát az a gondunk, hogy szerintem mindenből kevesebb fogy, mint eddig. Szerintem, ha elmenne ez a nagy betegség, akkor mindenki élénkülne, jönnének, mindenki fél, kevesebbet vesznek. Ez mit jelent átlagban, hogy eddig a vírushelyzet előtt mennyit vásároltak, akár kilóba mondva, illetőleg most jelenleg a vírushelyzetben? Jóval kevesebb mindenből. De nem is jönnek föl sokan vásárolni. Tehát vagy küldenek valakit, kevesebb fogy mindenből. Átlagban hogy szokott történni, hogy több napra vásárolnak meg, ebből a kevesebből is, vagy pedig van egy hétvégi főzés, egy nagy főzés, és akkor mondjuk csak arra, hogy szokott zajlani? Én szerintem itt inkább a hétvégi főzés. Hétfőre nem is nagyon vásárol, mert eszi a vasárnapi maradékot. Kevesebb, jóval kevesebb. Mit visznek, soroljuk már fel zöldségekből, gyümölcsökből? Hát az idényeket vinnék, ha lenne szamóca, még ugyan itt nem volt. A körtét, az almát szeretik, amelyik mutatós. Paradicsomból jóval kevesebb, keresik a zöldhagymát, majd a piros retket. Az idényszerűt, azt már most lassan várják. Ugye jön a húsvét, ahhoz kell majd a piros retek, sóska, ilyes, azokat keresik, de még nincs igazán. Az árakban történt-e változás, és hogyha igen, akkor miből és mennyi? Az alma emelkedett és a körte, a mandarin, mivel megy kifele, emelik az árát, tehát az már úgyis idénygyümölcs volt, mondhatni voltnak, mert már nem nagyon van. De nem is keresik annyira, mint december meg január körül. Városunk lakóit arról kérdeztük, hogy mit szólnak az esetenként 15%-os áremelkedéshez, melyek a legfőbb nyersanyagok, amiket keresnek, és milyen mennyiségben veszik azokat. Félét, mindent, mert azt eszem, és meg almát, gyümölcsöt, ugye almát, gyümölcs, ezeket veszem, én mindenből veszek néhányat, nem messze vagyok, és akkor mindig kijövök, hogy újabbat vegyek, mert tartani nem nagyon tudom. Mit tetszett tapasztalni a zöldség, gyümölcs árakban? Borzasztóan megy fel mindennek az ára, nagyon drága, nagyon. Ez forintban kifejezve esetleg az előző időszakhoz képest mit jelent? Hát jelent százasokat. Százasokat jelent, nagyon sokat jelent, és de hát amíg tudjuk, megvesszük mi is idős emberek. Miből mennyit tetszik vásárolni? Zöldségből, gyümölcsből? Nem, de nagyon szeretjük a zöldségeket, gyümölcsöket. Sárgarépát akarok venni, almát, de csak az édesalmát szeretem, narancsot. De káposztát, zöldséget, sárgarépát, karfiót, mindent nagyon szeretünk. Az árakban mit tapasztal? Emelkednek. Forintban, százalékban esetleg kifejezve mi mondható el? Van, ami 50%, van, ami 20%, melyik hogyan. Nem tőlünk függ sajnos. Hamarosan jönnek az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök. Nyilván az áruk is valamivel magasabb lesz. Ön fog belőle beszerezni? Hogy szokott ez zajlani az ön családjában? Nem nagyon, talán a karalábé vagy saláta, de olyan, hogy 1200 forintos földiepret vagy 2000 forintosat nem veszek. Hát van az udvarunkon a szülői háznál, de csak ugye földön termő, úgyhogy az nincsen azért leszalmázva vagy valami, de hogyha ott terem, akkor majd abból szedegetünk. Van egy sárga barackva, reméljük, hogy terem. Hát nagyon meg kell nézni az árakat. Szívesen megennénk mindent. És egyébként mi a véleménye arról, hogy hol jobb vásárolni? Egy szupermarket, hipermarketben vagy a piacon, és miért? Én jobb szeretek a piacon vásárolni. Itt azért nem tesznek hozzá annyit különbözetet, mint egy szupermarketben. Esetleg egészségesebb vagy másféle termesztésű-e az itt vásárolt zöldséggyümölcs? A viszonteladó nem igazán tud róla véleményt mondani, viszont vannak őstermelők, és én azokat már nagyon várom. Van, akihez nyáron szívesen járok, mert tudom, hogy a saját paradicsomja, a saját paprikája, a saját retke. Majdnem, hogy szomszédok voltunk. Hát
a fajtákat, meg újból kellene tanulnunk. Elfelejtettük. Látunk itt a zöldséges gyümölcsös standon nagyon szép szamócákat. Keresik-e már a szamócát? Honnan való, mennyibe kerül? Hát Görögországból jön a friss eper. Olyan túl nagy igény nincsen rá, mert na, drága, 3000 kilója, úgyhogy csak csipegetik, de amúgy nagyon jó ízű, szép, friss. Úgyhogy... Egy vételre mennyit szoktak vinni belőle, tetszett említeni, hogy csipegetik? Hát 10-20 dekát, meg 2-3 szemet, meg így, úgyhogy dobozonként nem nagyon szoktak vinni, mert na, drágálják. De különben a magyar eper is elejében nem lesz olcsó, mint 3000 forint. Árakban emeltek-e, vagy csak tényleg annyit, amit... Nagyon drágák az árak, úgyhogy minden, hát almát mondjuk már külföldiek vannak, meg hát minden, szinte minden külföldről jön, és a tavalyihoz képest bizony drágább minden. Úgyhogy túl sok vásárló nincsen.